Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Ingyenes védőoltás a méhnyakrák ellen. A hetedikes lányok 75%-a kérte eddig. Rendezvények és közösségi terek közel 250 millió forintból fejlesztik a civil közösségeket Tolnán. Megkezdődött a születi napok Szexárdon, már első este telt ház volt. Eltörölhetik az óraátállítást, a magyarok többsége és a szakemberek is támogatják az EU döntését. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szeptember 12-ig jelentkezhettek a 7. osztályos lányok az ingyenes humán papilloma vírus elleni védőoltásra. A törvény szerint csak ez a korosztály kaphatja térítésmentesen az injekciót, 8-ban már fizetni kell érte. A méhnyakrák kialakulását idézheti elő a vírusfertőzés, ezért fontos, hogy minél több lány megszerezze a védelmet ebben a korosztályban. A 4 éve elérhető ingyenes védőoltást évente átlagosan a 7-es lányok 75%-a kéri, Bátaszéken azonban jóval magasabb ez az arány. Épp a jelentkezési lapokat összesítik a bátaszéki védőnők. Ezen a nyomtatványon igényelhették a 7. osztályos, 12. életévüket betöltött lányok szülei a humán papilloma vírus elleni védőoltást szeptember 12-éig. A törvény szerint ez csak ennek a korosztálynak jár térítésmentesen, a 8. osztálytól már fizetni kell érte. A 4 éve elérhető ingyenes védőoltást évente átlagosan a 7. osztályos lányok 75%-a kéri. Bátaszéken azonban jóval magasabb ez az arány. Idén 38 lányból 29-en éltek ezzel a lehetőséggel. A védőnő azt mondja, mindig kiemeli a szülők tájékoztatásakor, hogy egy halálos betegséget lehet így megelőzni ingyen. Mindig azt mondom, mint hogy nekem is van egy lányom, hogy ha annak idején mondjuk az én lányom elkapná, vagy hát méhnyakrákban szenvedne, vagy akár nemi szervi szemölcsbe, ugyanis nem csak a méhnyakrák ellen jó ez az oltás, hanem a nemi szervi szemölcsek ellen is védelmet nyújt, és elkapná mondjuk ezt a betegséget a lányom, akkor nem biztos, hogy tovább tudnék élni én azzal a tudattal, hogy én ezt megelőzhettem volna. A magas részvételi arány annak is köszönhető, hogy a településen több más Tolna megyei településhez hasonlóan 2014 előtt is hozzájuthattak ehhez a védőoltáshoz a szülők kedvezményesen. A 2000-es évek közepén az önkormányzat erre már anyagi forrásokat is biztosított, és helyi rendeletében biztosította azt, hogy amennyiben a szülő igényli, az érintett korosztály szülője igényli, akkor a 3 oltásos védőoltásból 2-t Bátaszék város önkormányzata finanszírozott. A védettség eléréséhez 2 oltásra van szükség. Ezeket a 7. osztályos lányok a tanévben ősszel és tavasszal kapják meg. Az iskolai oltáskampányban használt vakcina a humán papilloma vírus 9 típusa ellen alakít ki védettséget. A korábbi évekhez hasonlóan idén is elstartolt a Coop Rally, immár 13. alkalommal. A szeptemberi autóverseny mezőnye idén Nyugat-Magyarország régiójában látogatott el, középpontban pedig a magyar élelmiszerek, azok versenyképessége, valamint a hazai gyártás megtartása és fejlesztése volt. A rendezvény célja egyúttal az is, hogy bemutassa, a hazai élelmiszeripar miként tud reagálni a folyamatosan változó fogyasztói igényekre. Reggel 9 óra múlt sorra futnak be az autók Dunaföldváron a Vajda Papír Kft. Üzemcsarnokaihoz az idei Coop Rally 2. napján. Több mint 100 cég vett részt a 13. Coop Rally 8 állomásán. A mezőny közel 750 kilométert tett meg a 2 nap alatt. A verseny ezúttal Magyarország nyugati régiójának gyártói és forgalmazói központjait érintette. A Vajda Papír Kft. Ügyességi játékokat is szervezett a helyszínre, miután a versenyzők megérkeztek. Jöhetett az újabb megmérettetés, melynek másik főszereplői a cég 100%-ban hazai termékei. Jó. A torony mögött van még egy, óvatosan ügyne, az is a jó előrébb, azaz?
A Coop Hungary ZRT továbbra is a magyar piac stabil szereplője több mint 2700 üzlettel az ország számos pontján, mondta Tóth Géza vezérigazgató a Kóprali Dunaföldvári sajtótájékoztatóján. A magyar termékek egyre népszerűbbek a hazai vevők körében, a fogyasztók pedig egyre nagyobb arányban keresik őket, tette hozzá. 13 éve mondjuk így, hogy sokkal rosszabb volt a magyar termékek megítélése. Hát gondoljunk bele, rendszerváltás után a fadezodor és szappan és hasonló időszakban a külföldi termékek voltak a meghatározók, azok voltak a minőségiek, mindenki azokra nézett föl. Már 13 éve is látszott, hogy egyre több olyan magyar termék van, amelyik mind minőségben, mind árértékarányban teljesíti a nemzetközi elvárásokat. Mi azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy hívjuk fel a figyelmet ezekre a termékekre. A cég 13 saját márkás terméke közül a Vajda papír a legnagyobb beszállító. A KFT új dunaföldvári gyártó komplexuma 15 milliárd forint költségből épült fel, ezzel pedig egy eddig hazánkban hiánynak számító termelés indulhat meg. Azok a fogyasztók, amelyek minél magasabb minőségben keresnek fogyasztási termékeket, ezeket természetesen számunkra nagy előnyt jelent, amit tudjuk előállítani. Ezeket a technológiákat közösen fejlesztettük a beszállító és gépgyártó partnerekkel. Délután Tamásiba érkezett a verseny. A helyiek részéről Viola Szabolcs, a Kupka ZRT vezérigazgatója volt a vendéglátó. A térségben közel 70 esztendeje működő és a megyében a legnagyobb hálózattal bíró gazdasági társaság vezetője azt emelte ki, szövetkezeti múlttal a hátuk mögött a kis települések ellátásában fontos szerep jut a társaságnak. Igyekszünk a vevőinket kiszolgálni azokon a kis településeken is helytállni, igazi jó szomszédként együtt működni és minden igényeiknek megfelelni. Itt a városokban pedig egy ilyen szakmai rendezvény, egy ilyen összejövetel pedig azt gondoljuk, hogy szintén hasznos lehet, hiszen a társadalmi szerepvállalás részeként fontos lehet, hogy a vevőinknek majdan egy jobb minőségű terméket tudjunk a polcra tenni. A mezőnyben utazó Bognár Lajos, az áruházláncokért felelős helyettes államtitkár azt emelte ki, a számítások szerint 2017-ben az élelmiszerre költött összegek 2,5%-kal nőttek. Magyarország alapellátásában továbbra is meghatározó szerepe marad az áruházláncnak. Ez a családok többet költenek élelmiszerre. Nyilván ez a nagyobb költés az ilyen élelmiszerláncoknál is megjelenik. Az ő segítségükkel sikerül a hazai kiváló minőségű termékeket eljutatni a vásárlókhoz. Ebben a tevékenységben pedig az ilyen régi nagymúltú kiskereskedelmi láncok különösen fontos szerepet játszanak. A 100%-ban magyar tulajdonú Coop gazdasági csoport jelenleg csaknem 700 kis- és középvállalkozást számlál, több mint 30 ezer alkalmazottjával az ország egyik legnagyobb kistelepülési foglalkoztatója. Megkezdődött Szekszárd legnagyobb turisztikai vonzerővel bíró eseménye, a Szüreti napok. Bár az első napot általában a helyiek napjának hívják, így is teltház volt a borostandok környékén, a szervezők minden eddigit meghaladó látogatóra számítanak. Már a Szüreti napok 0. napjának kora estején is sokadalom volt a borostandok környékén. A hagyományosan szekszárdi napnak kikiáltott első estére is sokan látogattak ki. A szervezők az előzetes felmérések alapján arra számítanak, minden eddiginél több látogató érkezik az idei fesztiválra. Én azt gondolom, hogy az idei programot is sikerült úgy összeállítani, hogy mindenki a kisgyerektől az időskorúig meg tudja találni magának azt a programpontot, amelyben jól érzi magát, és természetesen a felnőtteknek pedig estékét a Borudvarban és az Izek utcájában megfelelő kínálatot tudunk biztosítani, és biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó hangulatú rendezvény lesz. A szervezők különös figyelmet fordítanak a biztonságra. A rendőrség folyamatosan jelen lesz a 4 nap során. A Sezső azt mondja, az előzetes vélemények alapján az eddigi a legszínvonalasabb rendezvénye lesz a Szekszárdnak. Azt tapasztaljuk, hogy ezekre a rendezvényekre ki vannak éhezve az itt lakók, a környéken lakók és az ország más részeiről érkezők is, tehát várják valóban azt, hogy mikor kezdődik egy pünkös, mikor kezdődik egy születi napok rendezvénysorozata. Az első este Tóth Gabi fergeteges energiákat mozgatott meg a színpadon, megalapozva koncertjével az idei szület hangulatát.
Közel 250 millió forint támogatáshoz jut Tolna, mely a civil közösségek fejlesztését szolgálja. A forrás egy része közösségi terek kialakítását célozza, míg a többiből a szervezetek ötletei alapján lehet rendezvényeket szervezni. A részletekről tárgyaltak egymással a város vezetői és a civil szervezetek képviselői. Összességében több mint 80 millió forint áll rendelkezésre. Ez egy olyan lehetőség a város életében, hogyha csak a 2 millió forintos önkormányzat által kiírt évi közművelési pályázatra gondolok, amiben nem 40-50, 100-200 ezer forintot, hanem 10 milliókkal, milliókkal tudunk támogatni egy civil egyesületet és annak programját. 2019-ben állítanák át utoljára az órákat az EU-ban, derült ki az Európai Bizottság javaslatából. Azt azonban minden kormány maga dönti majd el, hogy téli vagy nyári időszámítást akar-e. Egy felmérés szerint a magyarok 90%-a nem akarja tovább állítgatni az órákat, és a pszichiáterek is úgy vélik, indokolt az óra átállítás eltörlése, mert rosszul viseli az ember, ha más időre tolódik az alvásidő. Intézik az ügyeiket, sétálgatnak a friss levegőn az emberek Szekszárd utcáin tavaly télen. Ám ha áttérünk a nyári időszámításra, ahogy az EU is tervezi, akkor télen jóval kevesebb ideig élvezhetnénk a világos órák számát. Egész pontosan reggel 8 órakor vagy 8:30 körül lenne csak világos. Vagyis decemberben az első iskolai tanórák vagy munkaórák idején még teljes sötétség uralkodna kint, és a pirkadat legtöbbünket a munkahelyünkön érne. Nyáron azonban minden maradna a régiben. Hajnali 5-kor kelne fel a nap nyugta pedig este 9 előtt lenne, ahogy most is. Ha viszont a télire térünk át, akkor telente maradna minden a régiben, nyáron viszont hajnali 4 órakor már teljesen világos lenne, és a nap nem 9-kor menne le, hanem jóval előbb. Az most már majdnem biztos, hogy eltölik az óraátállítást. Tavaszig dől el, hogy melyik tagállam melyik időszámításra tér át. Kertész Ágnes pszichiáter azt mondja, indokolt az óra átállítás eltörlése, mert rosszul viseli az ember, ha más időre tolódik az alvásidő. Az alvászavar pedig hangulatzavart, szorongást, kettes típusú cukorbetegséget, szív- és érrendszeri betegséget okozhat. Amikor óra átállítás történik, ebbe avatkozunk be. Tehát, hogy az életritmusunk és a biológia órán között egy zavar támad, és bizony napok, hetek, vagy akár hónapok is szükségesek ahhoz, hogy ehhez a szervezet valamiképpen tudjon alkalmazkodni. Egy felmérés szerint a magyarok 90%-a támogatja az óraátállítás eltörlését. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Biztonságos a Balaton, szezont értékelt a rendőrség. Tanulás, kikapcsolódás, munkalehetőség, lépésváltás program Alsó-Mocsoládon. 9 kilométeres, 10 akadállyal nehezített pálya, Bivaj Racing Bükkösdön. Biztonságos a Balaton. Értékelték az idei idegenforgalmi szezont a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonzáró sajtótájékoztatóján Fonyódon. Kevesebb volt a bűncselekmény, és azokat eredményesebben tudták felderíteni a tó körül. A Balaton déli partján teljesítettek szolgálatot a rendészeti tanulók. A fiatalok a strandolók értékeit és biztonságát is vigyázták. Idén 381 embert mentettek ki a Balatonból, a vízbefulladások száma pedig 17-ről 6-ra csökkent. A rendőrök nem csak a parton, a vízben is vigyáztak a turistákra. Ennek is köszönhető, hogy az idei szezonban jóval kevesebb bűncselekmény történt, értékelt csütörtöki sajtótájékoztatóján a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság. Egyértelműen kijelenthető, hogy szinte valamennyi bűncselekményi kategóriába csökkenést tapasztalunk. Ez nem két év vonatkozásába állapítható meg. 2010 óta folyamatosan javul a Balaton közbiztonsági szakmai mutatói számait, ahogy látjuk, folyamatosan javulnak, és ki kell emelni azt is, hogy persze nem a statisztikai számok mutatják meg azt, hogy az embereknek milyen a biztonságérzete, hanem ahogy töltik az idejüket, kialakul bennük egy ilyen élmény. Somogy, Zala, Veszprém és Fejér megyében elsősorban kisebb bűncselekmények történtek. A turisztikai idényben, tehát június 1 és augusztus 31-e között nem történt olyan esemény
a Balatonparton egyik partján se, illetve a Velencei tónál, ami közbiztonságot súlyosan sértette volna. A regionális és helyi összefogásnak köszönhetően a Buli nyári fővárosát, Siófokot és az egész Balatont egyaránt szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság jellemezte, fogalmazott a Somogy megyei rendőrfőkapitány. Meg kellett nézni, hogy milyen programok lesznek, föl kellett arra készülni, hogy szerencsére a turisztikai szezonban egy jó évre számíthattunk, milyen fesztiválok vannak, és ennek mérten kellett a szolgálatunkat megszervezni, illetve hát az erőinket összehangolni, amiben természetesen a három megyén túl nagyon sok szervezet, önkormányzat, civil szervezetek, polgárőrség és a készenléti rendőrség is részt vett. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, a fokozott rendőri jelenlét ellenére sem tudnak mindenütt ott lenni, ezért azt kérik az állampolgároktól, figyeljenek ők is egymásra. Egy úgynevezett pulzoximétert vásároltak abból a pénzből, ami az augusztus elejé jótékonysági gokárt verseny során, valamint Mihelis Norbert felajánlásából gyűlt össze. Az Európa Kupa és többszörös túraautó világbajnoki futamgyőztes magyar autóversenyző, valamint Vadász Péter a gokárt stadion vezetője személyesen adták át a létfontosságú műszert a Pécsi Tudományegyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikáján. A pulzoximéterrel minden újszülött szívét meg tudják vizsgálni, és ki tudják szűrni a rendellenességeket. Sok szívbetegségnek ugyanis csak akkor jelentkeznek a tünetei, amikor a kisbabákat már hazaengedték. Augusztusban óriási tömeg fogadta Mihelis Norbertet és csapatát a Kart Arénában. A közönség találkozóval egybekötött gokart versenynek jótékony célja volt. A beérkező nevezési és előselejtezős díjakból, valamint a felajánlásokból a szívbeteg gyermekekért alapítvány koraszülött mentőszolgálata részére diagnosztikai eszközt vásároltak a szervezők. Összesen 1 millió 200 ezer forint gyűlt össze, a fennmaradó részt Mihelis Norbert állta. A pulzoximéter 2 millió forintba került. A rendezvényen mi se látunk még pontosan, hogy mi lesz az értékű felajánlás, amiből gazdálkodhatunk, de szerencsére ugye várakozásainkat is felülmúlta. Egyrészt a részvétel, másrészt az adakozási szándék, és ennek a következménye volt az, hogy eljutottunk arra a szintre, hogy mind örülünk, hogy ezt a kiszemelt eszközt végül meg is tudtuk venni. A meghirdetett gokart versenyen maximum 50 fő indulhatott, ezért előselejtezőt rendeztek július 12-e és 29-e között. Ebben az időszakban a Kart Aréna gokart stadionban teljesített 50 legjobb köridővel rendelkező gokartos számára nyílt lehetőség az augusztusi versenyzésre. A jótékonyság az már, hál' Istennek mondhatom, hogy már több évre visszamenőleg megpróbáltuk, meg is tettük több olyan helyen. Nyilván nem mindig kimondottan pénzzel, hanem olyan dolgokkal próbáltunk segíteni, amit a kispénzők nem tudnak megtenni maguknak. A Norbival való kapcsolatunk pedig már szinte gyerekkorra nyúlik vissza. Hál' Istennek azt mondom, hogy ez most összetalálkozott, ez a jó akarat, jó szándék Norbi részéről is, meg nálunk is. A pulzoximéterrel minden újszülött szívét meg tudják vizsgálni, és ki tudják szűrni a rendellenességeket. Sok szívbetegségnek ugyanis csak akkor jelentkeznek a tünetei, amikor a kisbabákat már hazaengedték. Kell tudni, hogy ezer újszülött közül 3-4 olyan születik, akinek van egy szívfejlődési rendellenessége, de nincsen tünete se méhen belül, nem lehet azt kideríteni, hogy van rendellenesség se méhen kívül, mert az első napokban még teljesen nyúl van a baba. Ez a műszer abban segít, hogy nagyon korán tudjuk diagnosztizálni, találni ezeket a betegségeket, és hogy akkor minél előbb el tudjuk kezdeni ezt a kezelést, és minél előbb derüljön ki, hogy beteg a kis baba. Mihelis Norbert és Vadász Péter bejelentette, hogy minden évben rendeznek jótékony célú gokart versenyt, sőt, akár egy egész éven át tartó versenysorozatot. Ezeknek a bevételét mindig más alapítvány javára ajánlják majd fel. Elindult a lépésváltás az Északhegyháti mikrotérségben című Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekt. A 36 hónapon át tartó program célja olyan szolgáltatások kifejlesztése és nyújtása, amik az érintett települések lakosságának jelenthetnek tanulási, kikapcsolódási, továbblépési, valamint munkalehetőséget. A nyitó rendezvényt Alsó-Mocsoládon tartották.
Alsómocsolát, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes és Nagyhajmás. Ezen települések lakóinak életminőségét kívánja javítani az a 3 éves projekt, mely márciusban indult, és a fél éves előkészítés után már a megvalósítás fázisába érkezett. Maga a projekt egészen nem csak humán kapacitásfejlesztésről szól, hanem a térségben élők, legyenek hátrányos helyzetűek, nők, munkanélküliek, fiatalok, gyesen lévő anyukák, számukra próbálunk program lehetőségeket és kínálni, válaszokat adni arra, hogy hogyan boldoguljanak itt ebben az igen hátrányos helyzetű térségben. A projekt során 11 képzést, valamint 22 féle rendezvénycsoport, mintegy 360 eseményét tervezik. Lehetőség nyílik 4 különböző tanácsadási szolgáltatás igénybevételére, megújul 6 közösségi szintér és 6 tanulmány is elkészül. Mi egy nagyon komplex programot dolgoztunk ki, aminek több iránya van. Ebben van tulajdonképpen személyiségfejlesztés, amiben nem csak a klasszikus munkavállalási attitűdök megváltoztatása, illetve kompetenciafejlesztés van, hanem a cselekvő állampolgárrá válás lehetősége is. Például ilyen az önkéntes program, ami már tegnap elindult. A projekt megvalósítója Alsómocsolát község önkormányzata, konzorciummal 6 további önkormányzattal. Alsómocsolát ennek a projektnek a kitalálója, és mi vagyunk a gesztor szervezet, tehát mi vagyunk azok, akik koordináljuk, összefogjuk ezt a programsorozatot, és mivel innen indult, tehát az egész folyamatot mi kell, hogy uraljuk és vezényeljük. A program részeként önkénteseket toboroztak, valamint egészségnapot tartottak a közelmúltban Alsómocsoládon, de hamarosan sportágválasztóra várják a fiatalokat Bikalon és Mágocson. Bivaj Racing címmel rendeznek futóversenyt Bükkösdön szeptember 29-én. A program különlegessége, hogy idén a rendvédelmi szervek és a Baranya megyei önkormányzat is csatlakozott a civil indulókhoz. Egy 9 kilométeres, 10 akadállyal nehezített vizes pályán kell végigmenniük a versenyzőknek. Ezeken a felvételeken a tavalyi Bivaj Racing pillanatai láthatók. Idén ismét megrendezik a futóversenyt Bükkösdön. A megmérettetést szeptember 29-én tartják, mely egy 9 kilométeres, 10 akadállyal nehezített versenypálya. A sajátossága viszont az, hát először is a terület, egy gyönyörű Baranyánk is, egy gyönyörű meccsek lábain, a dombokon fognak futni a sportolók. És a vízi bivaj verseny, ugye hát ez egy vízi bivaj, amiről elkapta a nevét a Bivaj Racing. Itt vizes, sáros akadályok lesznek. A bemutató videókon is nagyon jól látszik, hogy mindenki tisztán nem fog visszaérkezni, ha teljesíti a távot. Az idén második alkalommal megrendezésre kerülő versenyhez a Baranya megyei önkormányzat is csatlakozott. Mint azt Madaras Zoltán elmondta, a megye vezetése fontosnak tartja az egészséges életmódhoz elengedhetetlen testmozgás támogatását. Az elnök hozzátette, az idei megmérettetésen kollégái mellett különleges vendégek is részt vesznek. Akár 2 csapatot is ki fogunk tudni állítani ezen a versenyen. Ekkor indult az a gondolat, hogy hívjuk meg a kormányhivatal és a rendvédelmi dolgozókat és a honvédelmi dolgozókat is erre a versenyre, mutassák meg ők is, hogy tudnak versenyezni velünk, illetve adjunk lehetőséget arra, hogy a civilekkel összemérhessék az erejüket. Első alkalommal mintegy 200 indulója volt a versenynek, most valamivel több mint 2 héttel a rendezvény előtt már ugyanennyi nevező van, ez a szám azonban még nőhet. A jelentkezők csapatban vesznek részt a megmérettetésen, de lesz egyéni és gyermekverseny is. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Ingyenes védőoltás a méhnyakrák ellen, a 7-es lányok 75%-a kérte eddig. Rendezvények és közösségi terek közel 250 millió forintból fejlesztik a civil közösségeket Tolnán. Megkezdődött a születi napok Szekszárdon, már első este teltház volt. Eltörölhetik az óraátállítást, a magyarok többsége és a szakemberek is támogatják az EU döntését. Hétvégén elvétve előfordulhat kósza zápor, de tovább csökken a felhőzet. Napos, majd derült idő alakul ki. Mérséklődik a nappali felmelegedés, de így is az évszakos átlag felett kellemesen alakul a délutáni hőmérséklet.
Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőséget valamelyikére. Viszontlátásra!